Leonel sorozatunk legújabb rendezvényén, az Erdély Magyar Felelőző Csúszósor Akadémia nevében tisztelettel köszönjük képviselőben Kebei Sándor urat, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, tanszékvezető, egyetemi tanár, és megkérem, hogy tartsa meg előadást. Köszönöm szépen! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömmel fogadtam az újabb meghívást a Kós Akadémiának a soron következő előadását tartsam meg, és ezt a címet találtuk ki, a török kiűzés a Magyarországról az országháború utáni jövője. A kora újkornak nagyon-nagyon fontos fejezetéről van itt szó. A török kiűzés a Magyarországról közvetlenül ez a második 15 éves háborúnak is nevezett szakasz, amely 1683 és 1699-et jelöli, de ez még nem jelentette a Kárpát-medence teljes egészében felszabadulását, hiszen 1716-18-as hadi események még az ország felszabadításának folyamatába illesztendő, vagyis a Temes vidéknek, Bánátnak, Bánságnak ugye a felszabadítása szintén ebbe a témakörbe tartozik. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az a térkép színesben mutathatta volna, hogy mégis a forduló pontokat jobban lehetett volna érzékeltetni annak a térképnek a segítségével, amely a széttagoltságot is, ugyanakkor pedig a szakaszosságot is illusztrálhatta volna. Hiszen egy 1683-ban tulajdonképpen provokált akcióra a reakció a Német-Római Császárság részéről, és most szándékosan mondom, hogy Német-Római Császárság, mert első Lipót Német-Római Császár, magyar király is természetesen, de nem magyar királyi mi voltában indítja meg, és indítják meg a viszontcsapást, hanem a birodalom seregeinek ugye egyesített nagy akciója fogja majd 1683 ellentámadását beindítani, megindítani. A Kara Musztafa nagyvezérnek seregéhez Tökölinek katonái is, és az erdélyi fejedelemségnek katonái is csatlakoznak. Nem szó szerint kell érteni most a csatlakozást, hanem kisegítő szerepet kap egyik is, másik is. Tököli is fejedelemként, Apafi is fejedelemként fog részt venni a felvonulásban, a kivonulásban, de Tököli a csalló közben, Apafi serege pedig Győr és környékén, tehát a sziget közben fog majd táborozni, ők nem vesznek részt Bécs közvetlen ostromában. Tehát epizód szerephez jutott egyik is és a másik is, de a két fejedelem között igenis a török szempontjából lényeges eltérés van Tököli javára. Tököli a favorit ebben az időszakban, ez a 70-es évek végét jelenti már, 1678-tól a portán úgy gondolják, hogy Tököli lesz a jövő, Tököli az a személy, akire jobban lehet támaszkodni, megbízhatóbb, stb., mint Apafi Mihály. Apafi óvatos, visszahúzódó, nagyon-nagyon fél kockáztatni, Tököli ellenkezőleg, mondjuk ez életkori sajátosság is természetesen, és Tököli az, aki, hát lehet, hogy rossz ez a szó, de mondanám, hogy Bethlenre állandóan hivatkozva behízelegte magát a portán, és egy második Bethlen Gábort láttak Tököliben, és minden támogatást megadtak ahhoz, hogy egy önálló országrészből álló fejedelemséget kreáljon magának. Nem pontos ez a fejedelemség kifejezés, a Tököli fejedelemség kifejezés. Tudnilik, fejedelemként, princepsként csak akkor működhetett volna, vagy működhetne, ha a magyar király is elismeri. Apafi Mihályt elismerte a magyar király is fejedelemnek 1664-től, a vasvári béke óta, kijár neki a princeps titulus, Tökölinek soha nem járt ki a princeps titulus. A török az más kérdés, ugye, hogy Hakimnak nevezte, elfogadta, beiktatta, örült, hogy egy
körülbelül 13 vármegyéből álló fejedelemség létrejöhetett, de ez csak a mi szóhasználatunkban fejedelemség. A magyar király oldaláról, a magyar király részéről ilyen elismerés nincs. Van visszalépés természetesen Lipót részéről, 1682-ben, tehát közvetlenül Bécs ostromát megelőző évben, egy nagyon-nagyon komoly gesztus fog tenni Tökölinek, mégpedig megengedi, mert királyi engedély kellett azért a főnemeseknek, főuraknak házasságkötésükhöz, megengedte azt, hogy Zrínyi Ilonát feleségül vegye. Tehát 1682-ben történik meg az a frígy, amelynek eredménye, hogy Tököli hát a Rákóczi birtokoknak a birtokosává is válik, és Zrínyi Ilonával együtt Észak-Kelet-Magyarország leghatalmasabb földesura. Ezt a túlsúlyt, ezt és nyilvánvaló ugye a korábbi kuruc támadásokkal megerősítve ismeri föl a felvidéki vármegyei nemesség és vármegyei lakosság, hogy Tökölit igenis lehet támogatni, ez a perspektíva, ez mindenféleképpen válasz, pozitív válasz lesz a lipóti abszolutizmusra. Erről még fogunk beszélni, a lipóti abszolutizmusról. Ja, igen. Ezek azok a legfontosabb események, amelyek a 80-as években ugye kezdődnek, és úgy vezettem föl a térkép magyarázatot is, hogy ki provokálja a török, hogy megtörténjen az ellencsapás. És annyira sikeres az ellencsapás, hogy Bécs 1683. szeptemberi felmentése után, nézzék már október 7-én, Esztergomban átellenben a Dunának a másik oldalán, Párkánynál fognak összecsapni a birodalmi csapatok, illetve a lengyel királynak a segélycsapatai is részt vesznek ebben a párkányi csatában. Jan Sobieski királynak a csapatairól van szó, fiával együtt és Jablonovszki főhetmannal az élén nagyon-nagyon komoly lengyel erő is bekapcsolódik ebbe a felszabadító háborúba. Egy hónap, szűk hónap elteltével az egyik legjelentősebb török erősség, Esztergom is most már a keresztény seregek ellenőrzése alá kerül, és ez a villámgyőzelem, egyik is másik is, fogja inspirálni azt a Liga Sacra megalapítását, alakítását, amelyet a császár és a pápa szövetségét jelenti elsősorban, és ez a Szent Ligához fognak csatlakozni aztán sorban a német birodalomnak különböző államai, tehát alkotó államai, de külön-külön azért kijelentik, hogy csatlakoznak, tehát egy Bajorország, egy Szászország, egy Baden, egy Hessen, stb. Mind külön-külön fognak jelentkezni a Szent Liga Szentligához, ugye, hogy csatlakozzanak, és természetesen Velence és Lengyelország, illetve a Zsecsposzpolita, azok a külső országok még, amelyek erősítik a Szentligát. Tehát egy hatalmas, nagy, keresztény világ reprezentánsai tömörítő hadsereg fog szerveződni. Ennek a létszáma ingadozó, de igen-igen jelentős, általában 40-60 ezer fős sereget jelent ez, mindvégig a felszabadító küzdelmek időszakában. A térképre, hogyha visszapillantunk, akkor Tököli fejedelemségéhez egy 1685-ös dátum kerül, és ez nem véletlen, mert 1685-ben az ellenőrzése alatt álló területnek legfontosabb támaszpontjai egymás után fognak elesni, és Tököli katonák mind egytől egyig a kapitulációt fogják választani, és a kapituláció után vannak egyesek, akik megmaradnak Tököli mellett, de a zöm, a többség az mind-mind a keresztény seregbe fog átállni, nem önálló egységként, hanem beosztott egységként fognak majd harcolni. Feltételezhető igazolni, 100% pontossággal nem tudjuk, de 10-12 ezer tököli katona fog majd a felszabadító akcióban részt venni. Érsekújvár, Eperjes, Kassa. Nagyon-nagyon fontos helyekről van szó, és egyetlen egy
vár, erősség az, amely még nem kerül, hát akkor Karaffa, majd később Caprara kezére, ez pedig Munkács. Zrínyi Ilona az, aki 1685-től közel 3 éven keresztül ellenáll az ostromlóknak, és Tököli, aki többször is megpróbálja fölmenteni a várat, azt nem tudja elérni, hogy segítséget vigyen be. Úgyhogy 1685-től tulajdonképpen a férj és feleség elszakítottan küzd, és bent a várban Zrínyi Ilona, kívül pedig a valakon kívül, de az ostromgyűrűn is kívül pedig Tököli próbálkozik, hogy török seregeket vigyen felszabadítani oda Munkácshoz. Nagyon-nagyon fontos forduló pontot ugye jelent Budának a sikeres ostroma. Ez második ostrom, mert 1687-ben már a keresztény seregek próbálták megostromolni, de sikertelenül Budát, és akkor a tapasztalatokat elemezve fognak egy módszeres ostromhoz 86-ban, és ennek van már eredményei szeptember 2-án az utolsó egységek is leteszik a fegyvert, de ez egy maroknyi sereg, amely leteszi a fegyvert, mert oroszlánként harcoltak a szó igaz értelmében az utolsó budai beglerbék vezetésével, Abdul Rahman, a 99. beglerbék Budán, ő is ott van a küzdő felek között. Tehát szeptember 2-án sikerül elfoglalni Budát, a keresztényeknek, seregeknek irányítóit, legfontosabb irányítóit ott elolvashatják, Lotaringiai Károlyról van szó, a bajor Miksa Emánuelről, illetve a bádeni Lajosról van szó. A keresztények nem viselkedtek egyáltalán keresztény módra, meg kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon szabadjára engedték a budai lakosokkal szemben dühüket, és mindenféle atrocitásra sor került. Elsősorban az iszlám vallásúakat hát rabul ejtették, és rabszolgavását rendeztek, de ugyanígy a Budán hát elég nagy számban élő zsidó lakosságot is ugyanígy kezelték, mint ahogy az iszlám hívőket. Úgyhogy a bécsi zsidó társaság volt az, aki igen-igen komoly pénzt hozott Budára, hogy kiváltsa a zsoldos katonáktól a rabul ejtett zsidó sorstársaikat és hittársaikat. Nagyon-nagyon csúnya atrocitásokról lehet olvasni fönnmaradt korabeli elbeszélő forrásokban. Mondjuk Lotaringiai Károlynak a naplója nem erről szól, de nyilvánvaló, hogy a kevésbé fontosabb és itt résztvevő katonatisztek ugyancsak megírták emlékeiket Buda ostromával kapcsolatban. 1687-ben második Mohácsi csatának nevezik a Nagyharsány és térségében megvívott ütközetet, ez Pécshez, Baranyában, tehát Pécshez nem messze található, Mohács és Pécs között ez a Nagyharsány, és ez az a csata, amely tulajdonképpen forgatókönyv szempontjából úgy fog zajlani és végbe menni, mint ahogy Mohács 1526. augusztus 29-én egy nagyon rövid, heves összecsapás és igen-igen sok áldozatot követelő csata ez. Hát ez volt a revans 1526-ért, ezért emlegetjük mi is ezt ugye második Mohácsként. Ez az 1687-es év azért is a felvidéken nagyon-nagyon fontos említésre méltó esemény sor zajlik, mégpedig eperjesen a Karaffa vértörvényszéke halálos ítéletek sokaságát mondja ki, és nem csak kimondja, hanem végre is hajtják ezeket a ítéleteket, halálos ítéleteket, és Karaffa nem véletlenül fogja itt működtetni ezt a törvényszéket, hiszen Tököli Imre itt jár iskolába, az Eperjesi Evangélikus Gimnáziumban.
és az evangélikusok nagyon-nagyon gyanúsak, együttműködnek Tökölivel, de együttműködnek Munkáccsal is. És Karaffa arra hivatkozik állandóan, hogy ezt a Tököli fészket, ezt igenis föl kell számolni, és csak úgy lehet fölszámolni, hogyha a Tökölihez közeli embereket lefogja, lefogatja, és ítélet, bizony halálos ítéleteket mondanak ki rá. Kódja Péter eperjesi kollega az, aki egy könyvben dolgozza föl a vértörvényszéknek a működését. Hát nyilvánvaló, ugye koholt vádak alapján elfogják, lefogják a tekintélyes városi előjárókat, iskolatársakat, stb. És mind-mind ugye a vérpadon fogja befejezni. 1687 még más vonatkozásban is, politikai vonatkozásban is igen-igen fontos eseménynek. Október 30-án Pozsonyban nyílik meg az országgyűlés, és ezen a rövid országgyűlésen hallatlan fontos törvények születnek. Ez az 1687 1, 2, 3, 4 törvénycikk az érdekes és izgalmas most a mi témánk szempontjából, amely az Elekció Liberálnak és a Jus Resistendének a sorsát végezte el, mégpedig a vonatkozásban, hogy a magyar rendek, a pozsonyi országgyűlés lemondott a szabad királyválasztásnak a jogáról, és lemondott az ellenállásnak a jogáról. A szabad királyválasztásnak a jogát a magyar nemesség 1298 óta gyakorolta, és most 1687 van, tehát majdnem ugye ez jelent 400 évet. A 1222-es aranybulla 31. pontja, az pedig az ellenállási záradék, és arról is ugye lemond a magyar nemesség hálából Budának, az ország fővárosának visszavételéért. Az ellenállási záradékra azért van szüksége Lipótnak, hogy egyszer és mindenkorra az 1664 után főúri összes kibontakozó főúri összeesküvéseknek elejét vegye, mert akkor is a Jus Resistendire hivatkoztak mindig a főnemesek. Vagyis, ha a király alkotmánysértést követel, ha törvény sért, akkor igenis felelősségre lehet vonni, illetve ellenállhat mindenki, akár személy szerint, akár csoportosan, legvégső esetben pedig fegyveresen is. Tehát a Jus Resistendinek az életben hagyása, vagy életből való kikerülése, ez végtelenül fontos a nyilvánvaló ugye magának Lipótnak, de a későbbi ország története vonatkozásában is. A szabad királyi választás, hát ez inkább ugye a hagyomány, a tisztelet, stb. Nem mintha különösebben veszélyeztette volna mondjuk a Habsburg királyoknak, magyar királyként történő megválasztását, de igenis egy olyan jog, amely több évszázados jog, és ennek a legalább akkor el lehetett mondani, hogy milyen panasz halmozódott föl az országban. El lehetett mondani a királyválasztást megelőzően, hogy ilyen-ilyen feltételek mellett fogunk megválasztani téged. De annak a eltörlése eleve akkor ezt a jogot, ezt a panasz jogát, ezt nyilvánvaló kiiktatja, és azonnal ugye a koronázáshoz lehet fogni. Ez megtörtént például első József koronázásával, egy 9 éves kisfiúcskáról van szó, Lipótnak a fiáról van szó, és választás nélkül meg is koronáz az esztergomi érsek és a nádor Esterházy Pál. Ez nagyon-nagyon fontos momentum Esterházy Pál nádor életében is. Birodalmi hercegi címet kapott ennek a nagyon szép teljesítménynek a keresztülviteléért, hiszen a nádornak a szava az országgyűlésen nagyon-nagyon fontos és döntő jelentőségű. A háború viszont még nem fejeződött be.
Látható, ugye, hogy alig vagyunk túl a második mohácsi csatán, alig, hogy lezárja ezt a sikeres akciót, viszont meg előlegezi Lipót, Magyarország felszabadítását, és sietteti a politikai kibontakozást is. 1688-ban Vándorfehérvárnak az elfoglalása is bekövetkezik, és 1521-től ugye fészkelte be magát ide a török, és most 1688-ban kénytelen feladni az ostromlóknak. Ez is nagyon-nagyon fontos, lényeges, és az a végvár a keresztényeknek a kezére, hogy került, ez bizony nagyon megszilárdította egyáltalán a helyzetét, és Lipótnak hát a győzelmi mámarát is. Úgyhogy a pozsonyi diétának a visszaigazolása ezzel a Vándorfehérvár bevételével mondhatjuk, hogy teljessé vált, befejezetnek. Hát a török nem egészen így gondolja, hiszen 1690-ben egy meglepő támadással újra visszaveszi, kézbe veszi, és bizony ez egész 1735-39-ig újra a töröké lesz. Már a háború időszakában fölmerül az a nagyon fontos kérdés, hogy mi legyen a háború utáni Magyarországgal. Mi történjen a háború után ezzel az országgal, hogy lehetne, mint lehetne ugye a békeövezethez igazítani, hogy lehetne a háborús gazdaságot békés vizekre átvezetni, hogy lehetne itt a gazdaság életet nagyon-nagyon rövid időn belül megszervezni. Két nevet írtam oda, a Hörnének és a Schrödernek a nevét, akik hát én gazdasági szakembereknek számítottak, és ők azok, akik elméleti munkásságukkal már próbálnak javaslatokat megfogalmazni a királyi udvar felé, hogy igenis a kameralisztikának lesz itt nagyon-nagyon fontos szerepe az elkövetkezendő időszakban, vagyis a kamarának, a gazdasági minisztériumnak kell itt kézbe venni az ügyeket, és a legfontosabb alaptétele ennek a kameralisztikának, ez az ubi populus ibi obulus latin kifejezés, hogy ahol népesség van, csak onnan származik bevétel. Tehát csak onnan érkezhet obulus. Ez egy háborús övezet, háború megtizedelte a lakosságot, minél hamarabb vissza kell állítani a lakossági optimumot. Hát ez a lakossági optimum, hát ez csak becslések vannak, hogy körülbelül egy ilyen 4 milliónyira zsugorodott adott időszakban Magyarország lakossága, és 4 millió körül volt Mátyás időszakában is Magyarországnak lakossága. Tehát ha Mátyás időszakára, uralkodási éveire gondolnak, 1458-1490, tehát 15. század vége, és most meg vagyunk a 17. századnak a végén, és növekedés, népesség növekedés nincs, akkor azt is mondhatnánk, hogy 3 évszázadnak, 1500-1702 évszázadnak, igaz, a lakosság növekedése eltűnt, nincs, tehát nagyon-nagyon komoly veszteség éri Magyarországot. Nem csak most itt a felszabadító háborúban, hanem egyáltalán igaz, itt most a 200 évet alapul véve. Létkérdés a háborúban, ugye a pénz, létkérdés az, hogy mindig nagyobb-nagyobb jövedelmet lehessen a hadakozás normális folytatásához előteremteni, és új alapokat kell majd keresni, minél több pénzt lehessen kisajtolni a egyre hát zsugorodó lakosság létszámból. Egy 17. század ugye derekán kimutatás szerepel ott a vászlan, hogy 1647-ben 7200 porta található Magyarországon összességében, tehát nem az erdélyi fejedelemség, az egy külön területről van szó, és egy portához 4 egész telkes jobbágy tartozott. Az azt jelenti, hogy egy egész telek az 32 hold szántót foglalt magába, illetve hozzá tartozott eleve az, hogy 4-6 ökörrel működtette az ekét. Tehát egy 4-6 ökrös
ekével rendelkező jobbágy az, aki egy telkes jobbágynak számít, és természetesen ennek megfelelően vannak töredék, van féltelkes, negyedtelkes, nyolcadtelkes, utána pedig már ugye a zsellér kategóriába csúszunk át. Ez 1685-ben ennek a portális adó kivetések a végeredménye, hogy Magyarországra közel 5 millió forint adót vetettek ki. Hát ez egy önkényes adókivetés, ennek a behajtása az egy más kérdés. Azt nem írtam föl, de körülbelül 2,6 millió forintot sikerült erőnek erejével behajtani a lakosságon. Nem véletlen, hogy ennyire rossz a behajtási arány, hiszen Magyarországnak legalább egyharmada kuruccá vált, vagyis bujdosóvá vált, szegénylegényé vált, és azok természetesen inkább Tököléhez, inkább északnyugat Magyarországhoz és Erdélyhez kötődően bujdosóként tengették az életüket, portyáztak, raboltak, fosztogattak, tehát nem, hogy adót fizettek volna, hanem ellenkezőleg. Tehát semmiféleképpen nem tartható, legalábbis ugye a kameralisztika híveinek a felfogása szerint ez a korábbi adókivetés, hanem egy egészen más adóalapot kell itt találni, ami normalizálja majd a háború után Magyarországnak a helyzetét. A kamara nagyon komoly bevételeket remél attól, hogy a bányamonopóliumot lehet majd megfelelő módon működtetni, és ennek nagyon fontos tétele az, hogy az arany-ezüstbányák megint működjenek, de a nemesfémeket véletlenül sem szabad az ország területéről kivinni, ellenkezőleg föl kell halmozni, és nagyon komoly bevételt remélnek ugye a sókereskedelemből, és ez Erdélyben történik a kitermelése, a só értékesítése, továbbítása, az pedig a kamarának, elsősorban ugye a magyar, illetve udvari kamarának a feladata lesz. A Hungária neoakvisztika kifejezésre koncentráljunk, ami új szerzeményt jelent. A Lipóti felfogás szerint Magyarország egy neoakvisztika terület, tehát egy újra szerzett terület, visszaszerzett terület, fegyverrel visszahódított terület, akkor igenis neki joga van ezen a területen, meg ebben az országban azt tenni, amit éppen ő kíván és óhajt. Vagyis nem kell visszaszolgáltatni azokat a területeket eredeti birtokosainak, hanem a kamara fogja majd tetszése szerint értékesíteni és bevételi forrásként kezelni. Na most, aki mégis megőrizte közel 150 éven keresztül a birtokadomány leveleket, és perre ment az állammal, és bemutatta ezeket a birtokadományról szóló leveleket, nyilvánvaló, hogy 3-4 generációval később időszakról van itt most már szó, azok visszakaphatták a birtokaikat fegyverváltságnak a lefizetése ellenében. Ez 10%-os ugye, értéket jelentett, a visszaszolgáltatott birtok értékének 10%-át kellett lefizetni a birtokosnak. Nagyon-nagyon komoly perek vannak a 80-as éveknek a végétől kezdve. Maga a nádor is többször fog az állammal pereskedni. Eszterházy Pál nádor, aki az ország középső részén nagyon komoly birtokokat, hát annak idején, még a török megelőző időszakból fog felhalmozni, nádori mi voltában, tudnélik a nádor, az a jászoknak, kunoknak főkapitánya mindig, és a jászságot és a kunságot ilyen értelemben ő most saját birtokhoz tartozónak ugye tekintette. Na de gondolják végig, ugye egy Csongrád megye, egy Békés megye, egy Baranya megye, vagy Bács megye, ezek mind-mind neoakvisztika Lipót felfogása szerint, és a neoakvisztika tehát mint jövedelemforrása kamarának igen-igen vonzó számukra, illetve hát a hadiszállítóknak a kölcseneit ebből természetesen lehetett fizetni.
már fölmerül az a gondolat is, hogy hogy lehet és mint lehet a Magyarországot nagyon-nagyon komoly feladatra majd hasznosítani és alkalmazni, mégpedig a Habsburg országainak a védelme szempontjából. Ez nem más, mint a nemesi inszurekció seregnek a felváltását, vagyis a nemesi hadseregnek, önkéntes hadseregnek, a zsoldos hadsereggel történő felváltását jelenti majd, plusz a határvédelmet is meg kell oldani. Arra az utolsó mondatra még visszatérnénk majd. A felszabadító háború eseményeit és ennek a háború utáni jövőjét csak Magyarország vonatkozásában néztük meg, de és ugyanez párhuzamosan a felszabadító háború esemény sora hogyan hat az erdélyi fejedelemségbe. Én ezt a zárójeles fejedelmi Magyarország kifejezést szeretném megmagyarázni. Tudnélik, ugye itt a történészek, a koraújkorral foglalkozó történészeknek el kellene dönteni egy nagyon fontos kérdést. Mégpedig azt, hogy a királyi Magyarország kifejezés, amelyet Várkonyi Ágnes használt és írt le számtalanszor munkáiban és cikkeiben, mennyire helyes, mennyire nem helyes kifejezés. A kollégáknak jó része elvetette ezt a királyi Magyarország megnevezést, és helytelennek emlegette, és helytelennek minősítette, főleg Pálffy Géza az, aki ilyen szellemben írt cikkeket és tanulmányokat, és csak szigorúan magyar királyságban gondolkodik, és magyar királyságban hajlandó ezt a királyi közvetlen irányítás alatt lévő területet megjelölni. Nekem az a véleményem, hogy igenis a királyi Magyarországnak a kitétele vagy megnevezése az helyes, de csak akkor, hogyha mellé illesztem ezt a bizonyos fejedelmi Magyarország kifejezést. Tudnélik, ugye magyar királyságnak van két markánsan megkülönböztethető területe. Egyik az közvetlen a király alattvalóságát és királyi irányítását jelentő Magyarország, a másik pedig jelenti a fejedelem által irányított Magyarországot, amelyet természetesen ugye korábban mindig csak így Erdély, meg Erdélyi Vajdaság, stb. Ugye neveztük. Amikor az Erdélyi Vajdaság, középkorra gondolva, Erdélyi Vajdaság, mint kifejezés megjelenik, az természetesen azt jelentette, hogy a királynak fő hivatalnoka irányítja teljhatalommal, szinte teljhatalommal, átruházott hatalommal ott a katonasságot, a hadügyet, az igazságszolgáltatást, stb. Stb. Tulajdonképpen a fő hivatalnok az közvetlen királyi alattvalóságot jelentett, és közöttük az együttműködés, az felhőtlennek kellett lenni. Na most ez az elkülönülés, ha tetszik, ez középkorban kialakult, 1437-ben megerősödött, ez a Kápolnai Uniót jelenti, és ez így hagyományozódott a későbbi évszázadokra is. A töröknek a megjelenése a Dunamedencében pedig ezt még inkább nyomatékosította, és még inkább azt hiszem erősebbé és erőteljesebbé tette. És 1527-től kezdődően, Szapolyai Jánostól kezdődően mindig jogot kapott arra és formált arra, hogy ő is beleszóljon az Erdély első emberének a hatalmának megerősítésébe, a hatalmának támogatására, Atnámét vagy Berátot, kezdetben Berátot, később pedig Atnámét fog majd biztosítani. És Szapolyai Jánostól valamennyi erdélyi fejedelmet igenis ilyen atnámival fog majd megerősíteni a török szultán. De ettől még nem fejedelem. Fejedelem csak akkor lesz, vagyis latinul princeps csak akkor lesz, amikor a király elismeri ennek a török által is elismert személynek a princepségét, vagyis a fejedelemségét. És az első fejedelem, az első princeps Erdélyben, princeps Transzilvániai, az János Zsigmond, tehát Szapolyai Jánosnak a fia,
1570-ben fogja a király elismerni azt, hogy az őt megillető jogokat átruházza erre a személyre. Vagyis János Zsigmond, akit megválasztottak királynak, de nem koronáztak meg, 1570-ben úgy egyezett meg a királlyal, hogy haláláig viselheti a címet, és viseli a Rex, tehát a királyi címet, de halála után nem egyenesági leszármazottja születik, nem születik, semmiféleképpen nem fog tovább, hanem a princepség illeti meg ezt a, ebben a térségben. És kijelölték a határokat, kijelölték ugye azt, hogy Máramaros, illetve Középszolnok, Belsőszolnok, stb. Vármegyék, azok a párciumot képezve az erdélyi fejedelem hatáskörébe tartozik. Ezt azért nagyon-nagyon fontos ugye emlegetni, hogy a princeps az a király jóvoltából lesz princeps. A fejedelem az csak a király elismerése által lesz. Vagyis korona nélküli királyként irányítja ezt a térséget, országhatárnak elfogadható itt a Magyarország, talán hogy is fogalmazzam, országhatárnak, mintha országhatárnak lehet azért tekinteni itt Magyarország, a királyi Magyarország és fejedelmi Magyarország közötti mezsét. Na most azért mondom, hogy mintha. Tudnélik, a magyar királyság nemzetközi jog vonatkozásában az mindig egységes. Nemzetközi jog vonatkozásában. A nemzetközi jog vonatkozásában soha nem történt az meg, hogy az erdélyi fejedelemség szuverén országként jelent volna meg a nemzetközi porondon. Mindig a magyar királyság jelent meg a nemzetközi porondon. Nem mond ennek ellent az sem, hogy az erdélyi fejedelem van olyan időszak, amikor külső, parafált egyezményeket köt, de nem ratifikált egyezményeket köt. Vagyis itt egy nagyon-nagyon komoly jogtörténeti és nemzetközi jogtörténeti probléma van, amikor királyi Magyarország és fejedelmi Magyarország megkülönböztetéseket alkalmazom, a megkülönböztetés ellenére is nemzetközi jog vonatkozásában egy királyság van, magyar királyság létezik. Most ez azért nagyon-nagyon fontos és a későbbiekben, mert 1699-ben, amit fogunk róla beszélni, a törökök lemondanak mindenféle korábban őt megillető jogról, tehát a porta atnámi kiszolgáltatásának a joga megszűnik, és 1699-től ez a térség valóban a fejedelmi és királyi Magyarország most már egyetlen egy embernek az akaratához, a magyar királyhoz akaratához igazodik. Visszakanyarodva, ugye itt a fejedelmi Magyarországnak, mint fogalomnak, mint újabb fogalomnak a királyi Magyarország melletti szerepeltetését, én indokoltnak vélem is tartom, semmiképpen nem támogatnám ott az előbb vázolt Pálfi-féle elképzelést, hogy csak magyar királyságról beszéljünk. Apafinak vannak kötelezettségei már a 80-as évek elejétől, mert a török ráparancsol, hogy tessék Magyarországra csapatokat küldeni Tököli mellé, és Tököli támogatására rendeli ki 81-82-be az erdélyi hadakat. Hát immelámmal természetesen részt vesz Apafi ezeken az akciókban, a 83-osról pedig már szóltam, hogy mennyire komoly erővel föl kellett vonulni, és Győr is környékén fognak majd állomásozni. Nem mehetünk el szó nélkül a Teleki, Tököli és Apafi hatalmi háromszögnek az elemzése mellett, hiszen egyáltalán ugye nem mindegy, nagyon-nagyon komoly figurákról van szó, hogy milyen véleményt alkotnak az erdélyi fejedelemségnek itt most a háborús időszakban mutatott magatartásáról, és hogy kellene, mind kellene a törököt támogatni, vagy nem támogatni. 1684-ben a Szentliga megalakulása után egymás után érkeznek a levelek ide Erdélybe Apafihoz, hogy tessék szint vallani,
tessék igenis támogatni a királyt, és egy igazi kereszténynek egyértelműen kijelölt a helye, és csak a keresztény táborban lehet a helye, és a törökkel szakítani kell, a törökkel minden kapcsolatot föl kell rúgni, és összpontosítani kell Temesvárra, és összpontosítani kell Váradra, inkább az erdélyi fejedelemnek ide kell csoportosítani a haderejét. Apafi óvatos, változatlanul mindig kikerüli ezeket az egyenes válaszokat vagy döntéseket. Nem úgy Teleki Mihály. Teleki Mihály, mint fővár kapitánya, és nyilván itt ugye belső szolnok, középszolnok meghatározó figurája, hát ő az, aki közvetlenül Felső Magyarországgal tartja a kapcsolatot, és 1685-től nyilván ugye Karaffával is érintkezésbe kell lépnie, aki, tehát emlékezzenek Eperjesre, emlékezzenek ugye Kassára és Munkácsra, tehát itt egy hatalmas nagy sereg fog gyülekezni, és ennek a téli szállását valamilyen formában meg kell oldani. A felszabadító háborúból visszavonulni, következő évben megint gyülekeztetni ezeket az erőket, hát ez nagyon-nagyon problematikus. Úgyhogy Teleki Mihály megengedi azt, hogy Máramarosban, Szolnok vármegyékbe téli szállásra jöjjenek be a császári csapatok, és ezért hálából 1685-ben grófságot is kiérdemel majd a királytól. Ez egy apafi háta mögött kötött egyezmény, ez a kertsórai paktum, és Teleki Mihály kihasználja ezt a szituációt apafi ellenében, de és apafi már 1686-ban és 87-ben már kényszerhelyzetben van, és nem teheti azt meg, hogy ellentmond a megkezdett folyamatnak. Ezt az Erdély kétszínű politikáját lehet, hogy rosszul fogadja a mai embere, de ezt 19. század végén, századfordulón Szádecki Béla történész írta le, hogy 85-től kezdődik meg a viszonyulás, hasonulás, behódolás lépésről lépésre az erdélyi fejedelemségbe a királyhoz, és a királyhoz való alkalmazkodás Lipót presszúrájának engedve évről évre mindig rosszabb-rosszabb pozíciót fognak ezekben az egyezményekben Erdély számára biztosítani, de a kényszer hatására mégis megtörténnek ezek a nagyon-nagyon messzemutató egyezmények. Így a Balázsfalvi egyezmény, ugye is itt a fogarasi nyilatkozatról van itt szó. A Balázsfalvi egyezmény azért lényeges és fontos, mert a második mohácsi csatárt megvívó győztes keresztény csapatok szintén nem fognak most már visszatérni téli szállásra, főleg nem igaz a Német-Római Birodalom területére, hanem csak egyszerűen bevonulnak Erdélybe, és tetszik, nem tetszik, kész helyzetet teremtenek apafi számára, hogy igenis itt van több mint 15-20 ezer katona, ezeket el kell látni. Ekkor Kolozsvár, Déva, és a legjelentősebb városok, Szamosújvár és a többiek mind-mind kénytelenek helyőrséget befogadni, és téli szállást biztosítani a katonáknak. Apafi egyetlen, hogy is mondjam, csak kapaszkodója mindig az, hogy a fiának valamilyen formában biztosítsa az erdélyi fejedelemséget, és kiköti abban a fogarasi megállapodásban, hogy a fiát, amikor nagykorú lesz, akkor feltétlenül fejedelemnek, tehát princepsnek ismerje majd el Lipót, és hogy ugye nyomatékosítsák is mindkét oldalról ennek a szerződésnek a komolyságát, Lipót el is vállalja a gyámságot második apafi Mihály szerint. Eznek meg azért lesz nagyon-nagyon fontos, ugye szerepe majd látjuk a későbbiek, a 90-es években, hogy a gyám hogyan fog és mind fog majd viselkedni gyámfiával szemben. Ez egy szakítást is jelent a 88-as nyilatkozat már a török portával. Itt történik meg hivatalosan a porta irányában az engedelmesség fölmondása, de azért figyelmeztetnék arra is, hogy 1692-ig Várad még vilájet központ, és 1718-ig ugye Temesvár is még a török fennhatósága alatt van.
Hát a szituáció ugye nagyon-nagyon élesen megváltozik majd Apafi Mihálynak halálakor, mert bizony nem mindegy, hogy Apafi Mihály után ki fogja a fejedelemséget egyrészt örökölni, irányítani, hiszen még kiskorú második Apafi Mihály, akkor automatikusan ugye a gyámnak kell itt majd intézkedni és rendezkedni, és intézkedik is és rendezkedik. Bethlen Miklós igen-igen komoly aktivitására és közreműködésével, szakértő közreműködésével fogadják el, majd dolgozzák ki, és fogadják el ezt a bizonyos diploma Leopoldinumot, tehát Lipótlak diplomáját 1690. októberében, de ünnepélyesen kihirdetve, megerősítve, életbe léptetve, stb. Ez a 91. december 4-e lesz. Két helyszínen tulajdonképpen ugye ugrálunk, most, tehát a Királyi Magyarországon, igaz, és a erdélyi részeken, tehát a fejedelmi Magyarországon. A fotót mindenféleképpen szeretném ide még bemutatni. Ő Kolonics Lipót, az a személy, aki megbízást kap ennek a háború utáni berendezkedési tervnek kidolgozására, és ő hívja életre azt a bizottságot, amely leteszi az asztalra 15 hónapos munkával ezt az Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn elnevezésű, igen terjedelmes munkát, és ezeknek ilyen fejezetei van, hogy mire kell figyelni, hogyan kell majd a háború utáni Magyarországot reorganizálni, tehát újra szervezni és az életet itt beindítani. Itt a öt nagy főfejezet az lesz az érdekes, az, tehát a kancellária az a végrehajtó hatalmat jelenti, tehát hogy lehet egyáltalán a végrehajtást elindítani és a végrehajtó hatalmat egyáltalán konszolidálni Magyarországon. Az egyházi ügyek vonatkozásában elfogadott vallásoknak a támogatásáról és a megtűrt vallásoknak a helyzetéről szól. Világos, hogy a protestánsok és katolikusoknak az ellentétét finomítani kell, nem ismétlődhet meg egy 1674-es nagy per, egyházi per, mint ahogy azt annak idején lefuttatták Magyarországon. Ezt ki kell a későbbiekben kerülni, igen, a társadalmi béke szempontjából. A politikum a harmadik nagy fejezete ennek a munkának. Ez a Besiedlung des Landes, tehát a betelepítés a lakosságnak, ugye a lakosságnak a behozatala, az egy kiemelt feladat, és az ideérkezőknek, tehát a társadalommal is keretekbe történő beillesztése, hogy lehet és mint lehet, milyen formában őket majd hasznos tagjává tenni a társadalomnak. A katonasság vonatkozásában majd fogunk még beszélni, hogy gondolják, mint gondolják, de a zsoldos hadseregnek a felállítása. A legterjedelmesebb ugye a pénzügyeknek és gazdasági ügyeknek a tárgyalása, és ezen belül is az adózásnak a kérdése, és az akcisszának a rendezése, és természetesen ugye a Siebenbürgensnek, tehát az erdélyi részeknek az adóját is mit fogják majd meghatározni. Említettem, hogy itt a gazdasági ügyeknek fontos kérdése az adózásnak a dolga, és a portális adóról, hogy lehet, mint lehet majd áttérni az új adózási szisztémára. Ez nem más, mint a dikális adózás. Nyilván az adó alapnak a megváltoztatása az azt is jelenti, hogy sokkal több és nagyobb adót lehet a lakosságtól beszedni, hogyha ezt majd az országgyűlés ugye elfogadja, az országgyűlés hitelesíti. És fönnmaradt ugye dokumentumban, hogy mi is számított egy adóegységnek, egy dikának. Tehát unam dikam constitutum, tehát elhatároztatott, hogy egy dika az nem más, mint egy munkaképes férfi, 15 éven felüli, egy darab ökörló, fejésen, stb. Végig ugye megyünk ezen a kimutatáson, és akkor látható, hogy egy háztartásban bizony jó néhány dika
tehát adó alap fog adó mennyis felhalmozódni, és annak megfelelően kell majd akkor kivetni a jobbágyokra ezeket az adótételeket, vagy pedig pénzben ők váltsák meg, és megválthatják 2 forint 20 dénár értékben megválthatják egy dikát. Azért nagyon-nagyon fontos és lényeges emlegetni ezt a pénzbeli megváltást is, mert egy háborús időszakban bizony a kereskedelem hát az nem éppenséggel zökkenőmentes, úgyhogy sokkal inkább itt a naturáliáknak a behajtásáról lesz majd szó, és a naturáliáknak hát erőszakkal történő elvételéről. Nem véletlenül tettem oda Karafának nem csak az eperjesi vértörvényszék szerint a portréját, hanem azért is, mert az ő katonái egymás után hajtják végre ezt az erőszakos begyűjtést, vagyis a hadsereg számára fontos élelmet, illetve hát a ló utánpótlást is így fogják biztosítani. Na most Karafa megállapította azt is, hogy egy katonának a napi fejadagja az bizony 1 font kenyér, és 2 font hús, 1 font hús, 2 font kenyér, és egy pint bor, vagy pedig 1 pint sör. Kérem szépen, ez azt jelenti, hogy 0,5 kilóval, hogyha számolom a fontot, akkor egy katonának napi fejadagja, akkor 0,5 kiló hús és 1 kiló kenyér. És hogyha 40-50 ezer katonáról ugye van szó, és akkor ezt átszorzom 365-tel, horribilis mennyiségű hús és kenyér kell, hogy előteremtjen ugye az itt harcoló katonaság számára. Nem véletlen, hogy a lehető legnagyobb tiltakozást majd a magyar társadalomból ez a dikális adózás fogja kiváltani. 1697 őszén a hegyalján egy hatalmas nagy felkelés fog kibontakozni. Ez a felkelés nagyon hamar ugye elbukott, és elsősorban azért fog elbukni, mert II. Rákóczi Ferenc megijedettől a hegyaljai felkeléstől, és nem hajlandó ezeknek a hegyaljai jobbágyoknak az élére állni, bármennyire is egyetért az ő követeléseikkel, és bármennyire is tiltakozik ő maga személyesen ilyen megerőltetett adózással szemben. Bercsényivel együtt több levelet fognak írni, hiszen ő is főispán, Sáros megye főispánja, Bercsényi Ung megye főispánja, és a főispánok igenis saját megyéjüknek nagyon-nagyon szegényes állapotára, nagyon-nagyon szegényes mi voltára panaszkodnak, a túlkapásokat jelzik, de a király semmit, de semmit nem vesz figyelembe és nem intézkedik. Ez az adóterheknek kíméletlen megnövelése, ez bizony, hát majd később azért Rákóczinak a Marmára hajtja a vizet, ugye 1703-as megmozdulásai szabadságharcának, kirobbanásának egyik fontos oka itt keresendő. Az akcissa is fölbukkant az előző dián, mint kifejezés, ez azt hiszem a mai áfának felel meg. Ez is egy nagyon-nagyon súlyos teher az egész társadalomra, nem csak a jobbágyi társadalomra, a nemesi társadalomra is, hiszen az akcissa az a legfontosabb élelmiszereknek forgalmi adóját jelenti, és a nemesek adómentességét sértette meg ezzel. A nemes adómentes és vámmentes, tehát akkor nyilvánvaló, hogyha akár hús vagy gabonafélének vásárlásáról, eladásáról van szó, és azt megterheli ugye akcisszával, forgalmi adóval, az az ő adómentességét sérti, tehát a nemesi kiváltságoknak a megsértése az megint csak nagyon fontos ok volt a Rákóczi szabadságharcnak ugye kibontakozásában. Az erdélyi fejedelmi Magyarországnak a történetét ott hagytuk abba, ugye 2 diával korábban, hogy a Diploma Leopoldinum fogja majd rendezni a helyzetet itt ebben a térségben, és pontokba lehet, vagy nem lehet, hanem szedték azokat a
elvi jelentőségű kitételeket, amely az életét, az erdélyi fejedelemség életét szabályozta. Az első helyen azt hiszem, hogy nincs meglepetés, itt a bevett vallásoknak egymás mellettiségét most is hangoztatják. Lipót hajlandó az erdélyi fejedelemségben a fennálló viszonyokat elfogadni, nem bolygatni vallásügyileg. Na de ez Magyarországon egészen másképpen van, vagyis a királyi Magyarországon egészen másképpen zajlott. Tehát 1691-es diploma Leopoldinum nem fog ebben a kérdésben, nem fogja kiélezni. Miért hangoztatom ezt a erdélyi fejedelemségen belüli vallási és egyházi kérdés. Tudnék, itt a jezsuitáknak a szerepe nagyon fontos és lényeges. Beköltözhetnek, nem költözhetnek, működtethető-e a jezsuita rend. Mint ahogy a bátoriak idején igen, akkor a református fejedelmek időszakában pedig nem. Püspök egyáltalán érkezhet-e? Kinevezett püspök van, csak püspök nem fog rezidálni itt Erdélyben, majd most a diploma Leopoldinum időszakában pedig már történik ezen változás. A apróbálták és a kompilálták, ez törvénykönyvet jelent az erdélyi fejedelemség vonatkozásában. Ez valami, nem hogy valami, hanem ugyanolyan, mint a királyi Magyarországon a Corpus Juris Hungarici, és ezek érvényben vannak. Első Rákóczi György, második Rákóczi György idején gyűjtötték egybe ezt a hatalmas nagy törvénycsomagot, gyűjteményt, és látják, hogy a Verbőci hármas könyvével is, valamint a szászoknak biztosított jogaival együtt változatlanul érvényben marad, de a jus resistendi itt is kimarad. Tehát az erdélyi fejedelemség is megfosztatott attól az 1687-es Pozsonyi Országgyűlés végzésének nyomán, hogy fegyveres ellenállást indítson. Gondolják végig első Rákóczi, hogy Bethlentől, de Bocskaitól inkább így, tehát Bocskai, ugye Bethlen, első Rákóczi, második Rákóczi, György akciói, ez mind-mind ilyen értelemben a jus resistendi alapján meg támogatható, igazolható, semmiféleképpen nem lehetett ugye király ellenességgel, felségsértéssel őket majd vádolni. A kiemelt pontokra kellene összpontosítanunk, mégpedig úgy itt a guberniumnak a működésének a kereteit tisztázták a vonatkozásban, hogy gubernátor fogja, vagyis fejedelem nélküli fejedelemséget irányítani. A guberniumnak tagja a gubernátor, az erdélyi hadaknak a fővezére, de az nem azonos azzal a fővezérrel, amely a császári hadaknak a fővezérét jelentette, és csak az erdélyi hadaknak a fővezérségét jelentette, vagyis a nemesi és a székelység fölötti katonai parancsnoklást. A szebeni császári csapatoknak a főparancsnoka az nem tartozik így ilyen értelemben a gubernium hatáskörébe. Főkancellár, ítélőmesterek, stb. Ezek az erdélyekben úgy nevezték őket, hogy belül születettek közül kell majd kinevezni. A valláskülönbség nélkül ez egyértelmű, hogy az erdélyi részeken ez nem különösebben jelentett problémát, tehát ilyen gondok és problémák nem jelentkeztek ebben a kérdésben. A Eiriktungsverben is lehetett olvasni külön egy olyan tételt, hogy mennyi adót fizessen az erdélyi fejedelemség. Mégpedig ott van béke idején 50 000 tallér, ami magyar forint 100 000 forintot jelentett, háborúban pedig ugye 400 000 forintot. Hogyha a török időkre gondolnak, amely 10 000 és 15 000 aranyat jelentett, az 4 forinttal átszorozva, az 40 000 forintot jelentett. Látható akkor, hogy ez egy 2,5-szeres adónövelést jelentett békeidőben, amikor háború volt, pedig látható, hogy 10-szeresére emelték meg az adóját ennek a térségnek. Nincs
appelláta, ezt elfogadták a Diploma Leopoldinumban, rögzítették, és a későbbiekben is ugye ehhez fogják magukat tartani. Ez a Diploma Leopoldinum, tehát él egészen 1765-ig, amikor majd Mária Terézia fejedelemséget föltámasztja olyan értelemben, hogy ő maga lesz majd a fejedelem. Ez a gubernium hogy működik és mint működik ugye a 90-es években? Tudnék, a 90-es években a kiforgatása, ez a Bethlen Miklóstól kölcsönzött szóról van itt szó, azonnal megkezdődött igaz a gubernium a kiforgatása már a 91-es ünnepélyes kihirdetés után. És a gubernium kiforgatásának a menetében lépésről lépésre lehetett a rögzített elveket azért szűkíteni. Már 93-ban egy nagyon-nagyon komoly engedményt kellett tenni az erdélyeknek a vonatkozásban, hogy az erdélyi kancellária hol is működjön. Tudnélik ugye az a elképzelés, hogy minden kancellária, vagyis a magyar kancellária, ha tetszik a cseh kancellária, tetszik ugye erdélyi kancellária, egy helyen kell, hogy működjön, hiszen az Eirikus Vertek a szellemisége az mindig a központosítást hordozza magában. Bethlen Miklós egyedül az, aki tiltakozik az ellen, hogy az kancellária bekerüljön Bécsbe, és ezt úgy oldotta meg Bécs, hogy jó, erdélyi kancellár maradjon Bethlen Miklós, de az alkancellár az egész intézményével Bécsben székeljen, és Bécsben fogják majd azokat a papírokat megpecsételni, leíratokban fogják közölni majd a végrehajtási, amelyet ott kellene helyben, tehát ott kellene Erdélyben meghozni. Tehát a rezolúció Alvinciana ez egy elfogadása annak, hogy a végrehajtás közvetlen Bécsbe fog kerülni, a végrehajtó hatalom oda koncentrálódik Erdély vonatkozásában is. Apafi Mihályról szót ejtettünk már, hogy kiskorú és 1694-ben a gubernium úgy gondolta, hogy egy igen-igen kedvező ugye, házasság lendít majd a fejedelemi szék felé, és Bethlen Kata, Bethlen Gergelynek a lányáról van szó, illetve Bánfi György az egyik Bethlen lánynak, Bethlen lánynak a férje, tehát akkor ez egy ilyen közvetlen sógorságot jelentett volna igaz a gubernátor és Apafi Mihály a lendő fejedelem között, és Bethlen Kata házassága megtörténik a király engedélye nélkül, és itt van szerepe, hogy első Lipót ugye gyámként felléphetett volna, fel kellett volna lépni, ki kellett volna kérni a véleményét, ki kellett volna a jóváhagyását kérni, és ez nem történt meg. És Lipót ezt a szituációt kihasználja méghozzá a vonatkozásban, hogy második Apafi Mihály, amikor betölti a 20 évet, akkor nem fogja a szava ellenére sem kinevezni fejedelemnek, illetve jóváhagyni, hanem Bécsbe rendeli, és a királyi udvarba fogja feleségével együtt rendelni, és ott fogja őket tartani, és hát egy tisztes fogságba, talán valami ilyesmit lehetne mondani, fogja élete végéig őket ott évi 12.000 forint ellenében tartani, illetve birodalmi hercegi címet is azért adományoz Apafi Mihálynak. Apafi Mihály számára ez elfogadható volt, belenyugodott ebbe a helyzetbe, és sokkal inkább azt hiszem a nagyvilági életnek élt, mint hogy foglalkozott volna az erdélyi ügyekkel. Távollétében egy nagyon-nagyon tekintélyes embernek a tevékenységére kell fölhívni a figyelmet, ez Rabutin de Bussy, aki nem más, mint a császári hadaknak a főparancsnoka Erdélyben. 1698 és 1708 között 10 év alatt ezt a fejedelem nélküli fejedelemséget Cserei Mihály szavaival élve dobszóra tanította és zabolárból itatá őket,
vagyis teljesen megtörte, akarat gyengívítette, és kiszolgáltatottá tette. Az erdélyi urak egymás között viszont marakodnak, azt nem felejti el Cseréi Mihály sem megemlíteni. Bethlen, Apor, Bethlen, illetve Bánffy állandó vitatkozásban vannak, de hát ez nem az országnak előrelépését, hanem a belső megbomlott egységet fogja még inkább ugye gyengíteni. 1699 az a karlócai béke Erdély vonatkozásában azért fontos és lényeges, mert a karlócai tárgyalásokon erdélyi képviselő nem vesz részt, magyar képviselő sincs ott Karlócán, és a sine nobis, de nobis kifejezés mindegyik a királyi Magyarországra és fejedelmi Magyarországra is igaz, tehát nélkülük döntöttek rólunk. És ez a Porta vonatkozásában úgy csapódik le, hogy a szultán most már Atnámét a fejedelemnek nem fog kiszolgáltatni, nem szolgáltathat ki, a karlócai béke számára, igaz, ez megtiltja. Természetesen a karlócai békében ugye belefoglaltatott az is, hogy Tökölit el kell távolítani messze ugye a török birodalom belsejébe, és majd később ugye Zrínyi Ilona is fogja követni majd török földre, és 1705-ben ott éri majd a halál. A karlócai békével kapcsolatban meg kell jegyezni egy nagyon fontos dolgot, hogy a Szent Liga 1684-ben, amikor megalakult, az alapokmányban az van benne, hogy együtt fejezzük be a háborút, tehát együtt kötünk békét. Első Lipót fölrúgja ezt az alapokmányt, és nem hajlandó egyeztetni sem a lengyelekkel, sem a velenceiekkel, hanem ő Öttingen fő követének kiköti, hogy azonnal, függetlenül, hogy a szövetségesek mit akarnak, mit nem, meg kell kötni a békét. Tehát Karlócán külön béke született a császárral, külön béke született Velencével, külön béke született lengyelekkel, és az oroszok is, fegyverszünetet kötnek, és a Konstantinápolyba fognak 1700-ban békét kötni. Tehát Karlócán nem egy béke, hanem tulajdonképpen három béke és egy fegyverszünet köttetett meg, de mindenképpen visszatérve az alap problémához, a magyarok részvétele nélkül, de Magyarországról történt ugye a döntés. A karlócai béke eredménye az Magyarország vonatkozásában, hogy a Száva, Dráva és a Száva közze az határőr vidékén minősült, az kikerült közvetlenül ugye a magyar fennhatóság és irányítás alá, és azonnal szerbeket, a korabeli megnevezéssel rácokat, horvátokat, bunyavácokat, stb. Fognak oda telepíteni, akiket telekre ültetnek, földet kapnak, és ezért katonai szolgálattal tartoznak, tehát egy határőr vidék létesül a Balkánon lévő török állománnyal szemben. Nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges az, hogy Bethlen Miklós az a személy, aki államférfiként viselkedik, és mindent elkövet annak érdekében, hogy itt az erdélyi részek hát valami perspektívát, mégpedig biztató perspektívát kapjanak. Egymás után írja a beadványait, nyilván ugye az erdélyi kancellárián keresztül fog majd ez az udvari kancellária elérkezni. Ilyen például a gazdasági ügyeknek a jobbítására különböző gazdasági racionalizálásokat lát bevezethetőnek, na de ehhez mind a guberniumnak, illetve a királynak a jóváhagyása kellene, de 1704-ben pedig a Rákóczi szabadságharcnak ugye második évében vagyunk, papírra vett egy olyan munkát, amely felborzolja a hát az erdélyi viszonyokat is, de fölborzolja a királyi udvarnak a nyugalmát is. Ez a bizonyos olajágat viselő Noé galambja, ami Magyarország és Erdély gyulladásnak eloltására készített korsóvíz, vagyis a béke állapota hogy teremthető meg a királyi Magyarországon, és hogy teremthető meg a fejedelmi Magyarországon. Ő úgy gondolja, hogy igenis az erdélyi fejedelemségnek fönn kell maradni, meg kell maradni,
és a régi időket idézi, a bocska időszakot, a Betlen időszakot, és miért lehetett a bocskainak is, meg Betlennek is olyan sikere? Azért, mert mindkét oldalról támogatottsága volt. Ezt kellene visszaállítani, és ezt a szituációt kellene megint visszahozni, és megvan a lehetőség arra, hogy mindkét fél igenis elégedett legyen azzal a döntéssel. Az utolsó előtti sorban szerepel, hogy egy német házból született herceget kell, aki református vallású, az legyen a fejedelem, aki majd a Habsburg családba benősül. Ez fogja igazán a fejedelemségnek a dolgát megkönnyíteni, hiszen egy olyan fejedelem fogja majd irányítani a Erdélyt, amely Lipótnak, illetve a Habsburgoknak is, a másik oldalon pedig a törököknek is elfogadható, és nem lesz se kis háború, és nem lesz nagy háború sem, tehát birodalmak közötti háború sem. Na ez az a pont, amikor azt hiszem, hogy ugye a tűrés vagy a türelem most már a végéhez érkezett, a Portát igyekezett bevonni ebben a munkájában, mint biztosíték Betlen Miklós, és úgy gondolja, hogy egyik oldalról ugye a király és a császár, a másik oldalon pedig a szultán az, aki elismeri az önállóságát ennek a térségnek. Tehát a nemzetközi elismertségre törekszik, annak ellenére, hogy soha nem ismerte el a magyar király ennek a térségnek ugye a szuverenitását. Tehát Betlen Miklósnak a bűne az, hogy szuverenitást óhajt Erdély számára, mindkét nagyhatalom által garantáltat, Betlen Gábor is erre törekedett, csak nem sikerült neki, Bocskai is törekedett erre, de az a bizonyos 1606-os pacifikációs megállapodás, vagy Betlen esetében a Nikolsburgi pacifikációs megállapodás ezt az ötletet ugye levette napirendről. Ezen túl kellene lépni ezzel a variációval és ezzel a lehetőséggel, és akkor teljes szuverenitásként jelenhetne meg ugye az erdélyi fejedelem. Hát ez semmiféleképpen ugye a királynak nem fogadható el. A török ebben az ügyben nyilvánvaló nem is ugye jelenik meg, hiszen 1699-ben a Karlócai béke aláírásával ő minden jogáról itt lemondott. Betlennek hát nagyon-nagyon súlyos büntetése keletkezett ebből. Rabütten azonnal lefogadta, felségsértéssel, királysértéssel vádolták meg, egy hatalmas nagy per kezdődik, és ennek a pernek a végén kibontják rá a halálos ítéletet is, és a vagyon elkobzást is, és Betlen, ugye, aki jogot is tanult, akkor azonnal jelentkezett, hogy királysértés esetében, felségsértés esetében nem illetékes egy gubernium, nem illetékes senki Erdélybe, akkor utalják át ezt az egész ügyet és pert, akkor közvetlen a királynak az elé, és Bécsben fog majd folytatódni természetesen ez az ügy, ahol megkímélik az életét, de börtönbüntetés fog szenvedni, úgyhogy ott éri majd Bécsben a halál. Na most, hogy nem engedte kivégeztetni Lipót, az magától értetődő, hiszen 1704-ben keletkezett ügy az a Rákóczi szabadságharc eseményeitől nem választható el. A Rákóczi szabadságharcnak a kifutása az még kétséges. 1705-ben pedig Lipót meghal, új király, az a 9 éves, 1687-ben 9 éves első József következik ugye Magyarország trónján, és neki is most sokkal nagyobb gondja, baja van Rákóczi Ferenccel, mint hogy most Betlen Miklóssal foglalkozna. Viszont 1707 után, amikor Rákóczi ónodon a detronizációt megfogalmazzák, akkor azonnal Betlen Miklósnak a perét felújítják, és Bécsben akkor fogják lefolytatni ellene végérvényesen az egész peres eljárást is fogják elítélni. Betlen Miklóssal nagyon-nagyon érdemes lenne foglalkozni, legalábbis ezzel a munkájával, hiszen ennek számtalan cikkeje azért van, én csak egyet emeltem ki belőle.
egy ilyen KT formában, ilyen kérdés-válasz formájában és indoklásokkal alátámasztva jeleníti meg ezt a munkát, és úgy gondolta, hogy igenis ez lehetne Angliában, Hollandiában és Svédországban terjeszteni, vagyis a protestáns országoknak a támogatását meg lehetne nyerni, és a protestáns országoknak a garanciájával is ki lehetne igenis vinni a nemzetközi szintére az erdélyi fejedelemséget. A török végleges kiűzése Magyarországról, tehát az 1716-os és 18-as eseményekhez vagy évekhez kötődik, kapcsolódik ez a bánság és bánát területének a felszabadítása, ami a magyar szakirodalomban ezzel ugye le is zárul, de nem egészen így van, hiszen a pozsereváci-passzarovici békében ugye itt egy új Szerbia, illetve a kis Valachia is a közvetlen most a Habsburg fennhatóság alá kerül, és úgy tűnik, hogy az egész Balkán felszabadítására lehetőség nyílik. Hát meg is vannak igaz a támaszpontok, a bázis területek, hiszen kis Valachiából, tehát Krajovától a Havasalföld teljes felszabadítása lehetővé lenne, hogyha keletre haladna, Szerbiából pedig Nissen keresztül egészen Bulgáriáig, ugye Szófia és Dinápolyig lehetne haladni. Ilyen haditervek vannak, ilyen haditerveket elsősorban Savoyai Eugén ugye dolgozza ki. Ennek a megvalósítása nem tudják megvalósítani, egészen más elképzelések vannak már Európában. És befejezésül talán csak itt a mi nem annyira ismert és nem annyira közismert, azért emlegetem és emeltem ki a bánátnak a betelepítését, és nem Magyarországnak a betelepítésére hoztam példákat. Ez ebben a fázisokban történik meg a bánságnak a benépesítése, és tükrözi vissza azt az Eirichtungsverset, tehát a berendezkedést, hogy hogyan és mi módon történik ennek a neoakvisztikának a élet, tehát béke állapotban való visszahozatala. Az életbe hozása, feltámasztása, egyáltalán életképességét a telepesek jelentik, és 22-26 közötti telepítés, az még magánföldesúri telepítés, és nem központilag irányított és szervezett, de toborzó irodák működnek Lotaringiában, Pfalzban, Hessenben, stb. És ezek a telepesek, akik vállalkoznak a kedvezmények fejében, hogy új életet kezdjenek itt a neoakvisztika területén, akkor láthatják, ugye, hogy a Dunán hajóznak le egészen Újpalánkig és Pancsováig, és onnan fognak majd a kijelölt irányokba távozni. Ez a 22-26-os telepítés, ez hát nevezzük úgy, hogy kudarcos. Azért kudarcos, mert ez a terület még lápos, mocsaras és malária fertőzött, így, hogy az első telepesek nagy része meg is hal, ugye, főleg ugye ezt a mocsárlázat maláriában. A Mária Terézia féle telepítések azok már szervezett telepítések, központi irányítás alatt történnek, és ezek már sikeresek. Nem véletlenül egy-egy területre koncentráltan gyűjtenek embereket, mégpedig iparosokat, bányászokat látják ugye Szilíziából, Steyrországból, Tirolból, és fölfuttatják, vagy elindítják az ipari körzeteknek a kialakítását, vagy kialakulása is következhet be, és nem véletlenül ugye működnek már ezek a közigazgatási centrumok is a Mária Terézia féle időszakban. Mindegyikhez azért egy-egy háború kötődik, mégpedig egy vesztes háború, hiszen az örökösödési háborúban elveszítette
Igaz, csak átmenetileg Sziléziát, ugye Ausztria, a 7 éves háborúban pedig véglegesen a poroszok javára kellett lemondani, úgyhogy ebből a térségből lehetett verbuválni embereket, és ebbe a térségbe először csak a német ajkúakat telepítik be, de itt Mária Terézia időszaka után már engedély van arra, hogy a rácok is, illetve a románok is betelepülhessenek. A sorompót véglegesen a rácok, illetve románok előtt a II. Józsefi telepítés fogja majd fölnyitni. Ő az, aki minden munkaerőnek örül, de kiköti, hogy igenis igazolványa kell őket ellátni, mert vagy 3 évre, 5 évre, vagy 6 évre abban a településen, vagy abban a faluban kell, hogy maradjanak, hiszen ő azokat a kedvezményeket csak ott is élvezheti. Egyetlen egy gondolat, mondat az, amit még meg kell magyaráznunk, az pedig, mondtam, hogy visszatérünk rá, erre az utolsó sorra figyeljenek, Magyarországnak megnémetesítése és nem elnémetesítése történik. Tudnék, nagyon-nagyon sok vitát váltott ki Kolonicsnak a személyisége. Tudnék, az ő szájába adták azt, hogy rabbá, koldussá fogja tenni ezt az országot. Ilyet ő nem mondott. Az más kérdés, hogy például a győri püspök mondott ilyet, meg azt is mondta, hogy inkább vad kutyák legyenek Magyarországon mindenhol, és ne ezek a rebellis magyarok. Ilyet is mondott. De Kolonics Lipót nem mondott ilyet. Az egész elképzelésének háború utáni jövőjét Magyarország vonatkozásában úgy képzeli el, hogy a német vér igenis a szilaj magyar vért megfékezi, lefékezi, tompítja. Egyszer és mindenkor a rebelliónak vége szakad, de ez fokozatosan történhet meg. Megnémetesítése történik a társadalomnak. Tehát nem elgelmánosítani, nem elnémetesíteni, hanem megnémetesíteni kell, és lehet akkor Magyarország minden vonatkozásban az elképzelésnek, a központi elképzeléseknek megfelelhet. Hát köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi fért a mai előadásunkban.